Újvár Imre polgármester úr keresett meg annak idején, mint egyébként volt debreceni diák, hogy lenne lehetőség arra, hogy Debrecen és Tiszafüred picit szorosabbra fűzze a kapcsolatait, és én teljes nyitottsággal álltam a kérdéshez. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó javaslat, nagyon jó felvetés volt, hiszen Debrecen egy regionális központ és térségben kell gondolkodni, tehát nem csak elszeparáltan a városokon belül, és Debrecennek picit felelőssége, és úgy érzem, hogy a régió városai mellé állva, kezdeményezések mellé állva segítse azokat megvalósítani. Ja, vettem már részt magam is halasnapokon, itt Fazekas miniszter úrral közösen nyitottunk meg, 2 évvel ezelőtt nyitottuk meg a rendezvényt, és azt tudom mondani, hogy nagy élmény volt. Rengeteg ember, nagyon nagy mozgás, nagyon sok nívós program volt az eseményen, és hát a 40. jubileumi halasnapok pedig egyértelműen mondhatom, hogy mindent überel, ami eddig történt. Hihetetlen fellépő repertoár van, a legnagyobb, legnemesebb magyar könnyűzenei zenekarok lesznek itt láthatóak, hallhatóak. Úgyhogy én nagy örömmel biztatok mindenkit arra. Az elmúlt években kölcsönösen volt egyébként a két város között olyan, hogy meg felléptünk, vagy eljöttünk egymás rendezvényére. Debrecen sem először vesz részt már a halasnapokon, hiszen, ahogy említette, 3 évvel ezelőtt kezdődött ez a szorosabb együttműködés. És hát Tiszafüred debreceni virágkarneválon nagyon színvonalas kompozícióval, virágkocsival vett már részt. Tehát ez egy kölcsönös dolog. És én azt gondolom, hogy a polgármester úrral személyesen is jó viszonyt ápolok. Én ennek látom a garanciáit a jövőben is. Nagyon ambíciózus Tiszafüred polgármestere, nagyon jól vezeti Debrecenből nézve a városát, és szerintem nagyon sok sikert lehet itt elérni közösen az emberekkel összefogva. Egy közös kiemelt turisztikai régiót alkot most Tiszafüred, Debrecen, a Hortobágy, Hajdúszoboszló. Ez debreceni szemszögből mit jelent? A térségben gondolkodás egyik nagyon fontos pillanata, egysége az, hogy turisztikai értelemben egy közös régiót tudtunk létrehozni. Tehát az a gondolatiság, ami Debrecen és Tiszafüred együttműködésében 2015-ben megjelent, az kiteljesedett ebben a turisztikai régióban. 2017 nyarán döntött úgy a kormány, hogy ezt a térséget, Debrecent, a Hortobágyot, Hajdúszoboszlót és a Tiszató régióját egy kiemelt turisztikai térségé nyilvánítja. Ennek meg is voltak az alapjai, hiszen a 3. legnagyobb vendégészakával rendelkező régióról beszélünk, Budapest és a Balaton után. A mi régiónk tudja turisztikai értelemben a legnagyobb teljesítményt fölmutatni, és messze nem vagyunk a felső határon, hanem itt azt hiszem, hogy lehet tovább vinni a fejlesztéseket. Debrecen is nagyon komoly turisztikai fejlesztéseket fogalmazott meg az elmúlt években, és hajtjuk is végre. Nem sokára indul egy nagy fürdőfejlesztés a város kiemelkedő jelentőségű turisztikai városrészében, a Nagyerdőn. És visszük ezt a folyamatot tovább, de összehangoltan kell cselekedni. Van egy nagyon komoly lehetőség a térség kezében a debreceni repülőtér vonatkozásában. A debreceni repülőtér évről évre rekordokat dönt. Ugye 2011-ben 18 ezer utasa volt a repülőtérnek, tavaly már 320 ezer, ebben az évben 360 ezer lesz, és jó esélye 2019-ben megduplázunk az új járatfejlesztéseknek köszönhetően, tehát el fogjuk érni a 6-700 ezeres utas létszámot. Hogyha ennek a utas létszámnak csak a 10%-ot töltene Debrecenben vagy a régióban egy vendégészakát, az is 60-70 ezer vendégészaka, ami elképesztő növekedést tudna mutatni, és erre teljes reális esély van. Nagyon nagy sikerrel működik az izraeli járatunk, a Tel Avivi járatunk, a moszkvai járatunk, és a következő évben is lesznek olyan járatok, amelyeknél elsősorban a turisztikai vonatkozásokra lehet koncentrálni. És éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy térségben gondolkodva, összefogva, akár közös turisztikai marketing tevékenységet is végezzünk. Nem leszünk igazán sikeresek, hogyha csak szigetekben, városokban, városon belüli lehetőségekben gondolkodunk. Szerintem az összefogásban van a legnagyobb lehetőség, és erre nagyon jó példa Debrecen és Tiszafüred együttműködése. Köszönjük szépen!